Móli, ahogy elnéztem, a többi mezőny nem volt olyan erős, mint ez a 200 párosító tájékoztatón. Szerinted mi az oka annak, hogy ennyien odaálltak? Én azt gondolom, hogy 200 méterre azért gyűlt össze most ilyen szép létszám és ilyen erős versenyzők, hiszen ugye a kvalifikáció már megvan, ami ugye nem a miénk, annak ellenére, hogy világbajnoki címmel együtt szereztük meg, és biztos vagyok benne, hogy sokan látják annak a lehetőségét, hogy már egy meglévő számhoz próbáljanak meg kijutni, mind az, hogy több lépcsőben megszerezni a kvalifikációt és kijutni. Mi is azt tennénk, hogyha nem lenne kvalifikáció. Én azt gondolom, hogy ez a szakmából teljesen természetesen adódóan alakult ez így. Kívülről úgy nézett ki, hogy nagyon egybe vagytok. Mennyire érezted ezt belülről? Valóban örülök neki, hogy kívülről így játszott. A jelenlegi az állapotunkhoz képest tényleg hihetetlenül jó formában vagyunk, és nagyon együtt van ez az egység, de azért mi érezzük azt, hogy még messze van a vége, tehát nagyon sok csiszolni való van, nagyon sok fejlődni való van még. Tehát a versenyszezon elején tartunk, ez volt az első verseny. Egy hónap múlva, 3 hét múlva lesz az igazán nagy megmérettetés ebben az évben először. Ott leszünk először úgy igazán jó formában, de én azt gondolom, hogy már most is jó állapotban vagyunk. Móli, mi vár rátok a maradék 3 hétben a válogatóig? Hát igazság szerint folytatjuk ugyanazt a felkészülést, amit a tavalyi év folyamán bevált. Itt-ott némi kis csiszolással, némi kis finomítással, de erről a Viktor azt hiszem, hogy bővebben és részletesebben tudna mesélni. Nem tudok sajnos most így mondani tételeket, hogy mikor, melyik nap mit fogunk csinálni, de a jó bevált úton megyünk tovább, és bízunk benne, hogy hasonló szép sikerhez vezet, mint tavaly.